A főzőcske mai vendége egy olyan ember, akit a közvélemény, főleg a főzőversenyek zsűriének elnökeként vagy tagjaként ismer. Kevésbé ismerős azonban a közvélemény számára, hogy Varvai András versenyszerűen is szívesen főz. Nemrégen éppen Ukrajnából tért haza egy nemzetközi jellegű főzőversenyről. Tiszteletem és üdvözlöm a főzőcskében. Üdvözöllek benneteket a hajlékomban. Hogyan és mikor is kezdődött a főzés iránti érdeklődés? Hát a főzés iránti érdeklődésem az még gyerekkoromban kezdődött. Valamikor itt a Kispiaci felderítő csapatnak tagja voltam, és akkor volt itt a tanító bácsi, a Petis Laci, és akkor ő ingemet magához ölelt, és látta rajtam, hogy én szeretem a főzést, szeretem az ízeket, és őtől nagyon sokat tanultam. És akkor ő nekem megmagyarázta az utakat, hogy miben mennyit kell tenni. Mentünk táborokba, akkor a táborokba ugye nagy szakács, mellé körülött egy kis szakács, akkor én voltam a kis szakács, és akkor végén oda jutottunk, hogy én lettem a nagy szakács. És mindig a Laci bácsi az ízekre tanított engemet, hogy fiam, mindig azt a régi hagyomát, tudd meg, hogy öreg apád, meg öreg anyád hogy csinálta, te azt csináljad, és úgy csináljad. És akkor én úgy csináltam, és hála jó Istennek, visszajelzések szerint elég jól csináljuk az egészet. Időközben ez egészen odáig fejlődött, hogy manapság ugye hivatásként űzi a főzést. Hát igen, most van egy, így mond, idézőjelbe cégem, a Lagzi Szervír, ilyen cateringgel foglalkozunk, és lakodalmakba ételeket mutatunk be, hát végül is nem ételeket, hanem ételeket készítünk, és a régi hagyományos pörköltet készítsük, régi hagyományos leveseket készítsük, a sülteket az kicsit kellett változtatni, mert ugye már hagyományos régi sülteket nem nagyon eszik meg az emberek. És még mindig arra törekszünk, hogy a pörkölt az legyen pörkölt, az ne legyen fővizelt hús. Időközben a főzés intézményessé vált. Intézményessé ez úgy alakult, hogy ugye a Varvai András hosszú évek óta nagyon sokat tett a vajdasági gasztronómiáért, illetve a hagyományok fentmaradásáért. Ezért alapított 5 évvel ezelőtt egy SÉF nevű gasztronómiai egyesületet, amivel ezeket a hagyományokat mindenhol bemutatta, és utat mutatott, ha úgy tetszik, vajdaságban ezeknek az ételeknek a készítésében. Mi Magyarországról úgy ítéltük meg, és mivel hogy Magyarországon megalakult az első magyar fehérasztal lovagrend, aminek ugye a hazám szakmám becsületem a jelszava, hogy ezt az intézményt áthozzuk ide a vajdaságba, és ennél megfelelőbb szemét, mint András, nem hiszem, hogy találtunk volna. Így megalakítottuk 2 évvel ezelőtt a vajdasági fehérasztal lovagrendet, ami küldetést teljesít, tehát tovább viszi azt a kezdeményezést, amit András tett. Szeretnénk oktatásba, képzésbe, hagyományőrzésbe utat mutatni intézményszerűen, hisz a vajdasági gasztronómia, a vajdasági turisztika nem képzelhető el a gasztronómiai nélkül. Ő ebben mutat utat, és ennek ő a vezetője. Mi kell ahhoz, hogy valaki, aki ugye főzött, főz, ugye a főző versenyekre is járt, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki zsűritag legyen? Az imént Mencs András említette, hogy ezt oktatni kellene tulajdonképpen. Hát először is végig kell járni ezt a palettát. Először is ezt úgy kell kezdeni, hogy először elmegyek főzni. És megnézem, hogy mik a tájjellegű ételek, mik a specialitások. És akkor próbálok törekedni, hogy én legyek a legjobb. Ez az egyik. Másik utána vizsgát kell tenni, és akkor az az ember zsűrizhet, akinek van egy zsűri plakettje, aki végigjárt ezt a vonalat. Csak ebben itt nálunk vajdaságban elég nehéz ez az út, mert itten úgy mondom, hogy nagyon sokan zsűriznek. Itt olyan emberek zsűriznek, akik nem tehetnék meg. És mi ezt szeretnénk, hogy ez megszűnjön. Mert vannak itt olyan egyesületek, akik például azok bejönnek ide, és akkor lovaggá ütnek embereket, csak azért ütnek lovaggá, mert ők ebbe pénzt látnak, mert, és nem akarok nevezni itt egyesületet,
pénzt látnak ebbe az egészbe. Nálunk a Magyar Fehérasztal lovagrendnél ez úgy működik, hogyha valakit lovaggá ütünk, akkor leül a nagy tanács és elbírálja, hogy XX szemét, most őtet ajánljuk, nem ajánljuk, ő mit tett. És mi így. Az egész, ez a másik része, itt felolvassuk az élet útját az embernek, hogy mit tett, mit csinált ezért. Mögöttük sok érmet, érmét, serleget látok, ami a sikerekről tanúskodik. Tulajdonképpen például ez az érme itt egészen tőlem, ugye jobbról, az érme és a kis kereszt, ugye mit jelent? Hát az érme az a Magyar Fehérasztal lovagrendnek az érméje. Igen. Az a kis kereszt, az meg azt jelenti, hogy legmagasabb kitüntetés, ami gasztronómiában, mondjuk Vajdaságban valaki megkaphat. Igen. Azt a Vajda Hunyadvárába kaptam 2009-ben. Igen. Na most ez az érméről annyit kell tudni, hogy itten van egy ranglétre felfelé. Igen. Ez az első, ez kancellár. Igen. Ez a második, ez főkancellár. Igen. A harmadik, ez mester. Igen. A negyedik az egy nagy mester. Igen, és ezt fokozatosan hímzik fel? Hát igen, fokozatosan kapják el az úriemberek, akik ezt megérdemlik. Igen. Akkor van itt mellettem egy olyan, hogy bográcsos ételek mestere. Ott fönt van egy olyan, az a kicsike halacska, az nagyon picike, különben az a halászlékészítés mestere. Igen. Hát még a lovagrendi címem, amit kaptam a Magyar Fehérasztal lovagrendtől, még különböző birkanyíró. Valamikor 2006-ban Felsőhegyen első lettem a birka pörkölt főzésben. Igen. Akkor itt a Szeptemberfestről vannak érmek. Akkor az emődi nagy főzőversenyről, ahol 3-4 kategóriában lettünk elsők egymás után. Úgyhogy én általában, itt a mezőgecsei, a Vándordi, ezt 2011-ben nyertük el az elsőt. Igen. És azóta és itt van. Így van. És ez pörög így tovább nálunk. És ezt próbálják átvinni az utókornak. Az utókornak, és szeretnénk átadni a fiataloknak. Ennek az egésznek a küldetése az, hogy itt a helyi turizmust fölfejlesszék, ugye a gasztronómián keresztül. Hát igen, mi azt szeretnénk, hogy itt a turisztika azért itt megmozduljon. Végül is van itt egy rendezvényünk, amit így mondom, hogy a Gasztronómiai Szövetség átvett. Nem is egy van, hanem három rendezvényünk van olyan itt Vajdaságban, ami mögötte mi állunk. Van a Kispiaci Nemzetek Főzőversenye, amiről már mindenki tudja, hogy Vajdaság egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvénye. Utána van a Zentai Birka Pörkölt Főzőverseny, és van az Adorjáni kontaktártal szervezett Hurkakolbász Töltőfesztivál. Na most ez a három rendezvény, ez én szerintem van 15-20 ezer embert mozgat meg, ami Vajdaságban az egyik legnagyobb. És mi szakmailag mögött állunk, és ez látszik is, hogy azért a lovagrend, a szövetség ott van. Mi az embereknek megmondjuk, hogy mit tegyenek abból a kolbászba, hogy csinálják azt a pörköltet, hogy készítsék. És azért látom, hogy nagyon nehéz, de az utóbbi időben azért látom, hogy az emberek úgy csinálják, ahogy mondjuk. Mert vannak itten, példának szeretnék mondani olyan dolgok, hogy ezelőtt egy 3-4 éve éppen Mencs András barátommal zsűriztünk az Aratói ünnepségen, és oda mentünk az úriemberhez, aki pörköltet készített, és megkóstoljuk a pörköltjét, és megkérdezem tőle egy ember, hát pörköltbe kakukkfűvet nem teszünk. Azt mondja, ebben nincs kakukkfű. Hát akkor mondom, mi van benne? Azt mondja, majcsina dosica. Na most, hogyha ő tisztában lenne a dologgal, akkor azt nem tenné vele. Említettem a bejelentőben, hogy nem régen, január végén egy nemzetközi jellegű ukrajnai főzőversenyen vett részt. Milyen tapasztalatokkal tért vissza? Hát igen, mi ottan 5. éve vagyunk ott, így mondom. 4 éven keresztül mik voltunk a Böllér Királyok. Most az idén nem akartunk nevezni, ez az igazság, de hát mégis a zsűri megkérte, hogy csak vigyünk be mintát, bevittük a mintát, és akkor mi elnyertük a legjobb toros ételek címet. Meg a másik, ami nagyon megható volt az egészben, hogy van egy, ott Ukrajnában van egy olyan jegy, amikor belép az úriember vagy a hölgy a területre, akkor kap egy jegyet, és azt annak adja oda, aki a legszimpatikusabb, legjobb ételt készíti. És messze menőleg mink egy olyan 7-800 jegyet, nem akarok hazudni pontosan, nem tudom, gyűjtöttünk össze, a többi csapajos 100-on fölül nem ment. Úgyhogy mi megkaptuk a legnépszerűbb
csapatdíjat is végül is. Egyébként hol van ez a fesztivál, és mennyi embert mozgat ez meg? Hát ez a fesztivál, ez rögtön, mikor átérünk magyar határon túl, Beregszász, ugye, az a határtalan 11-12 kilométerre van, és ez a Mezőgecse, ez Beregszászhoz egy olyan 8 kilométerre van, itten 97% a magyar település, ugyanúgy magyar lélek, ugyanúgy, mint Kispiaszna. Hát itt ez a rész, én amikor legelőször elmentem, én nagyon meglepődtem, mert nekem mondták, hogy itt lejönnek Kijevből. Hát én nem hittem el, mondom, beszélnek az emberek, de hát én ezt nem hittem el. És mikor megláttam, hogy milyen emberek, mi kik jönnek ide, hát mondjuk itt a 25-től 30 csapat van, de ezt azt tudni kell, hogy itt a dolog az úgy kezdődik, hogy le kell vágni a disznót reggel. Elő kell készíteni a disznót. Azt a disznót el kell adni. És ez a lényeg az egésznek, mert ugye van ennek egy átfogója azért, hogy most mi vajdaságiak elmegyünk oda, és akkor beruházunk, hát most minket az idei évben a 800 eurót ruháztunk be a két disznóra, és hála jó Istennek mi el tudtuk adni. Nekünk van 5-6 kiló kolbászunk maradt a nagyon rossz idő ellenére. Mert itten most lehet mondani, hogy itt nagyon-nagyon rossz idő volt. Itt annyira fújt a szél, szakadt a hó, és meglepően nálunk sort álltak az emberek. És mindenki a bajszos bácsit kereste. És ebből mit készítünk a nézők számára? Hát most a nézők számára készítünk egy olyan étel, amit a vendéglátónktól tanultam, így mondom, csak szóbelileg, meg is kóstoltam, és nagyon finom volt. Ő egy orosz származású, Lenának hívják, és egy magyar származású Sándorhoz ment férhez, Ukrajnába. Na, és akkor most az ukrán és az orosz, meg a magyar ízek keverednek. De még én ehhez egy kicsit hozzátettem, mert azt tudni kell, hogy Ukrajnában azért olyan sok hús nincs. Ők jobban azért céklát raknak hozzá, krumplit raknak hozzá, répát raknak hozzá, és akkor még én bízok benne, hogy ez a nézőknek is tetszeni fog, hogy itt azért egy kicsit más. És ajánlom a nézőknek, hogy ezt azért otthon próbálják meg és kóstolják meg, hogy ez hogy nincs. Íme itt vagyunk már is a konyhában, és elkészítjük azt az ukrán torost, amit Varbai András megtanult ugye házigazdájától. Mik a hozzávalók, melyek a hozzávalók, és talán sikerült-e egy kicsit vajdaságiasabbá tenni ezt az egészet? Hát mi megpróbáltuk egy kicsit ízesebbé tenni az egészet. Az alapanyag az, van egy füstölszalonnánk, füstölszalonnához megy a vörös hagyma, sárgarépa, és meglepődő módon teszünk hozzá céklát. Igen, a cékla az miben segít az ízekben? A céklának van egy különös íze, abszolút nem kell, hogy tegyünk bele, a cékla az ízesít és színesít is. Nem kell, hogy tegyünk bele őrült paprikát. Utána, amikor ezt megpirítjuk az egészet, füstőcalonát lepirítjük a zöldségeket, rátesszük a kolbászt, amit Ukrajnában mondjuk 20 személyre egy ekkora kolbászt tettek, mivel tudjuk, hogy ők azért kicsikét szegényesebben állnak, mint mi. De mi megpróbáltuk kicsit módosítani, teszünk oda egy kis sertéslapockát, hogy ízesebb legyen az egész. Ezt átpirítjuk az egészet, lisztet teszünk rá, felengedjük vízzel, rátesszük a babot, savanyakáposztát, fokhagymával, babéllevéllel és paradicsommal ízesítsük majd, és még a végén majd teszünk rá mustármagot. Akkor kezdhetjük is. Pörcepirítsük az egészet, hogy kiadja az egész ízét. És akkor ezt, mikor pörcepirítottuk, most kicsit kell várni, ugye, hogy felmelegedjen az egész edény, mert az edény ez egy
gazdaságos edény. Most az elejében nagyon nagy tízzel kell menni, és akkor aztán vissza tudjuk venni az egészet. Teszik a lisztet. Most beleteszik a vizet. A hozzávalók nagyja most már benne van. Mennyi ideig kell ezt főzni? Hát ez körülbelül olyan 2-2,5 óráig kell főzni. Most megvárjuk, hogy főfor. Mikor főfor, akkor belőle rakjuk a fűszereket. Jó. És ezt ott Ukrajnában is ilyen cserépedényben főzik? Hát igen, őnekik van egy hagyományos cserépedényük különben. Hasonló a miékhez, én csak próbáltam most illusztrálni, hogy ez igazi legyen. Ők ugyanígy főzik, és akkor ezt a végén meg fogják látni, hogy a cékla ad egy olyan íz, hogy nem kell bele paprika. Igen. Egyébként ez savanyú káposzta kell, hogy legyen, vagy lehet friss káposzta? Hát általában savanyú káposzta jobb, mert ő neki megvannak, vagy megvannak azok az ízei. De bele lehet tenni az édes káposztát is, csak akkor egy kicsit játszadozni kell az ízekkel, több citromot kell beletenni a végén. Fűszerkeveréket ízlés szerint, ugye? Igen, ízlés szerint. Só, ételízesítő, fokhagymás, babéllevél, ez az alap. Tettünk őrölt borsot is, de tettünk szemes borsot is, szemes borsot is, igen. Az őrölt bors az intenzíven kiadja az ízéket, és a szemes bors az meg később fogja kiadni az ízéket, mikor már átélik. Akkor most beletettünk minden hozzávalót? Hát körülbelül igen, mindent beletettünk, most leborítsuk, és akkor várjuk, szép lassan levesszük a minimumra, és akkor szép lassan köszönjük ez az egész. Mennyi ideig kell körülbelül hát főzni? Hát ez körülbelül 2 óra. Igen. Időközben hozzáadunk még vizet, vagy hát valami? Hát a legvégén majd hozzáadjuk azt a fűszert, ami itt nagyon nagy titok itt mi nálunk. Uh-huh. Ez Vajdaság területén nagyon sok termet valamikor. Őtet úgy hívják, hogy tárkony. De most mi csak szárított tárkonyt teszünk hozzá, és akkor ennyi az egész. És a végén a legfontosabb hozzávaló, ugye, ami egy különös ízt ad, ez pedig a tárkony. Ez egy nagyon jó ízt ad különben. Ez valamikor Vajdaság területén nagyon, nagyon sok volt a réteken, meg minden. Csak most ezt kiirtották. Úgyhogy ez tejfölös ételekhez, bármihez, savanyúsághoz nagyon jó. És tulajdonképpen Ukrajnában van tárkony, vagy ez is az a vajdaságiassá tétele? Hát mi ehhez már hozzátettük egy kicsit, mert mivel hogy Ukrajnában csak egy kis kolbász volt benne, mi hozzátettük a diassát és lapockát, hozzátettük a tárkonyt. Igen. És én ajánlom a nézőknek, hogy ezt próbálják meg és kóstolják meg, mert ez nagyon finom. És higgyék el, hogy szerintem jelentkezni fognak nekem, hogy így csináljuk legközelebb is. Az, ami errefelé nem jellemző, az, hogy a levesbe céklát teszünk. Hát igen, ez a cékla különben itt a Vajdaságban ezt az emberek annyira nem praktizálják, de hát ez egy nagyon jó íz. Salátának is nagyon jó, de az ételekben is nagyon jó. Van direkt céklaleves, és vannak külön cékla saláták. És akkor én most megpróbálok, hogyha megengedik önöknek faragni egy cékla rózsát. Igen. Hogyha lehet. Nagyon egyszerű a dolog, ezt így megfogod, és akkor ez így működik.
a felmaradt részeket, azokat beletesszük még a levesbe? Az bele lehet tenni a levesbe, igen. Végülis az egészen. Pont tehát az eldobandó hozzávaló nincs. Nincsen. Így van. És különben ezt itt a vajdaságban nagyon sokan nem csinálják az egészet. Itten gyönyörű szép dolgokat lehet csinálni ebből az egészből. Itten tudunk csinálni a dinnyéből különben még szebbeket lehet csinálni, görög dinnyéből. És ezek egy igazi séfnek különben ez nem nagy munka. Még elkészül az étel, addig egy igazi séf ezt meg tudja csinálni. Tehát és akkor ez fölviszi az ételnek az értelmét, meg az ízét. Mindenki, hogyha az ember általában, hogy mondják, hogy a szemével leszik, ez általában így szokott lenni, úgyhogy ez nagyon egyszerű dolog. És tehát nincs időpazarlás tulajdonképpen? Nincs időpazarlás, még sül a dolog, készül az étel, addig mi ezt megcsináljuk. Ez amolyan szórakozásként hát is igen. Felfogható. Igen. Íme még a dekoráció, egy kis ugye céklából készült rózsa. Ez tulajdonképpen mire szolgál? Hát ez a szeretet jele a nézők irányt, ezt faragtuk. Mi erre akarjuk tanítani a vajdasági fiatalokat, hogy a gasztronómiában ott legyenek. És akkor ezt most beletesszük, átfőzzük, igen. És akkor ezt a tálalásnál ezt majd meg fogják látni, hogy... Íme kész az ukrán toros, vagyis majdnem kész, ugye? Igen, hát majdnem kész. Még csak ki fogjuk tálalni. Igen. Ez annyival különbözik itten nálunk, hogy itt ebben van egy picike hús is. Igen. És akkor kedves nézők, lássák, hogy nincs benne őrült paprika. Igen. És milyen szép a színe. Uh-huh. Ezt így beletesszük. Igen. Igen. És akkor közepére teszünk egy kis díszítést. Ez tejfölle megy, ez tejfölle ízesítik az egészen. És akkor ezt így széthúzunk. Igen. Az egészen. Teszünk ide is. Mennyi tejfölt kell? Ízlés szerint? Ízlés szerint ráteszik a tejfa. És akkor most megfogjuk a rózsánkat, amit előtte kifaragtunk. Igen. És akkor ezt rá fogjuk tenni így díszítésképpen az egész tetejre. És akkor ez így fog kinézni. És akkor még egy picikét tárkonynal megszóljuk az egészet. Az ukrán toros elkészült, ehhez mi megy még? Hát ehhez én tudnák ajánlani még egy vajdaság igazi pörköt. Tehát az én régi őseim ezt valamikor úgy csinálták, hogy őrizték a birkákat, és akkor ők elmentek, ástak egy gödröt. Igen. És a gödörbe beletették a vesszőt, ugye, mert a vessző azt nem használták semmire, és akkor erre beletettek egy cserépedényt. Igen. Na most a cserépedény az úgy működik, hogy ebbe beletették általában a birkahúst, ugye, igen. Ami a lényeg az egésznek. Igen. A mongolica szalonnál. Uh-huh. Először illetve a mongolica zsírt, mongolica zsírt. Először készítünk egy alapot, lepirítjuk a vöröshagymát a zsíron, igen. Paradicsomot, paprikát is teszünk bele, és akkor ezt megcsináljuk az egészet, összekockázzuk a húst, rátesszük, behabarjuk az egésszel, és az végén a tetejére rátesszük a káposztát. Igen. És káposztát, és akkor ezt ők úgy csinálták, hogy elmentek, őrizték a gulyát, juhot, libát, minden. Azt pedig főtt lassan. Nem, ők ezt beletették a lukba. Rátették a tetejre a parazsat, rátették a fődet, és akkor ők elmentek. És akkor, amikor visszajöttek, ez volt, amikor egy hét volt, amikor két nap volt, amikor visszajöttek, és akkor ezt, mikor kinyitották, ez akkor is így volt, mert ugye ezt nem mozgattuk, nem tört a hús, és ezek az ételek a legfinomabbak különben. És akkor azt itt most meg is láthatjuk, hát igen, vagy így, hogy láthatjuk ki, hát ez, készen? Hát ezt készen úgy láthassuk meg különben, hogy így leemelem, és igen. Én ezt így megmutatom. Ez így néz ki különben. Ez egy...
Sajnos a kamera nem tudja átadni az illatokat is, meg az ízeket, de ez valami fantasztikus dolog. De különben itt Vajdaságban mi a Gasztronómiai Szövetség törekszünk, és az első magyar vajdasági fehérasztal lovagrend törekszik arra, hogy ilyen ételeket készít, de nekünk van egy nagyon nagy veteránunk már ebben, ő a Bogdán Zsófia. Igen. És akkor szeretném a Zsófikát megkérni, hogy jöjjön ide, hogy a nézők is lássák, hogy ő ilyen ételeket készít. És akkor ő nem vegetával főz meg ilyenekkel, hanem az ő régi hagyományos ízeinkkel főz. Ennek nagyon örülök, hogy vannak még hagyományőrzők, és remélem, hogy lesznek még olyanok, akik ezt folytatják. Hát bízunk benne, mi arra törekszünk, hogy a fiatalok is megtanulják ezt. Nagyon szépen köszönöm, és élvezék az elkészítést, és a fogyasztást is utána. És jó étvágyat kívánunk hozzá!